Megtelt a Márai Központ az Egri Szimfonikus Zenekar koncertjén. Teltházas előadásokból a szervezők reményei szerint nem lesz hiány egész nyáron. A programkavalkáddal igyekeznek minden korosztályt bevonni. A humor az elég fontos itt a műsor kialakításánál, hiszen jön majd Csányi Sándor is, Lengyel Tamás is egy nagyon jó előadással, akkor a szezon vége felé lesz ugye egy Aranyosi Csernussal közösen, ez elég különleges előadás lesz, számtalan koncert lesz, gyakorlatilag az idősebb korosztályt is érintően. Berényi Tamás igazgató elmondta, a koncerteken kívül több műfajjal is várják a látogatókat. Változatos programokkal várjuk az érdeklődőket, kicsiknek, nagyoknak komolyabb zene, illetve szórakoztató rockkoncertek, minden lesz itt a Máraiban az idei szezonban, egészen szeptember végéig, több mint 15 programmal készülünk. Kicsit későn tudtuk elkezdeni a munkátokat, úgyhogy még most is esnek be programok, együttműködő partnerek, bérlők, úgyhogy gyakorlatilag aki megnézi a Facebook oldalunkat, vagy ugye a szórólapjainkat, az biztos vagyok benne, hogy talál majd olyan programot magának, ami szimpatikus. Berényi Tamás hozzátette, készülnek rock és retro koncertekkel is, hiszen nem csak egy stílust fog képviselni a Márai. Kiemelte, teltházra készülnek a legtöbb meghirdetett eseményen, és egészen a szezon végéig szinte minden hétvégén várják a vendégeket. A részletes programokat a Márai Központ közösségi oldalán érhetik el az érdeklődők.